Iskolatáskák, toltartók, füzetek. Bármi nagy segítség lehet azoknak, akiknek helyzetük miatt a tanévkezdés egy súlyos anyagi terhet jelent. A Máltai Szeretett Szolgálat szexádi csoportja most is azon dolgozik, hogy egy kisgyerek se kerüljön hátrányos helyzetbe az iskola kezdetével. Ezzel is próbáltuk egy kicsit támogatni ezeket a rászoruló családokat, hogy akkor, amit abban a hónapban így meg tudtak spórolni azzal, amit tudtunk adni, azt akkor rá tudják fordítani azt a felszabaduló pénzkeretet a tanszerbeszerzésre, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsünk. Már az ezt megelőző években is ugrásszerűen növekedett ezeknek az iskolaszereknek az ára. Idén még súlyosabb a helyzet. Nézem a boltokba az árakat, hát ugyanúgy, mint az élelmiszernek, a tanszernek is legalább duplája lett az ára. És annyira nem mindegy ez. A szexádi embereknél azt tapasztaljuk, hogy nagyon jószívűek, segítőkészek, és hogy amikor bajba jutott emberrel találkoznak, vagy helyzettel, akkor mögé állnak. De most szembe kell néznünk azzal, hogy a legtöbb családot érinti ez a nagy anyagi változás. Ahol eddig korábban meg tudták oldani anyagilag a gyerekek iskola kezdését, már ott is nehézségként jelentkeznek a jóval magasabb kiadások. A Máltai Szeretett Szolgálat egész évben folyamatos támogatást nyújt az arra rászorulóknak. Most augusztus 23-tól 26-ig még áruházi tanszeradománygyűjtést is szerveznek.